Sziasztok, a te2.hu-t nézitek. A Samsung Galaxy S4 Mini-t tartom a kezemben, amin a Quadrant Standard benchmark programot futtatjuk le. Ezen először megnézzük a rendszert, ami Android 4.2.2, a Snapdragon 400-as processzor, 2 maggal 384 MHz és 1728 MHz közötti óra jelen ketyeg. Ez egyébként az MSM 8960-as kódnév, hogy pontosak legyünk. Másfél gigabyte RAM-ot kapunk. Az 540x960 pixeles kijelzőt pedig az Adreno 305-ös grafikus mag hajtja meg, és itt egy elég hosszú lista a szenzorokról, amelyek elérhetőek a készülékben. El is indítjuk a benchmark tesztet. Először 8 darab processzor műveletet zongoráz viszonylag gyorsan végig az S4 Mini-n, a Quadrant ezután egy memória, illetve 4 I/O egység teszt fut le, és mindjárt indul az egyetlen 2D-s teszt, ami ez volna, és itt már a 3 darab 3D-s teszt első fázisa fut le. Az Adreno 305-ös grafikus mag annyira azért nem erős és új keletű, ahhoz képest, hogy elvileg ez egy jó készüléknek kéne, hogy legyen ez a Galaxy S4 Mini, de valószínűleg 540x960 pixeles felbontással viszonylag használható teljesítményt hoz majd ki. Itt látható is az eszközünk, ami 7057 pontot kapott, ezzel a Tegra 3-os 4 magos HTC One X-et gond nélkül maga mögé utasítja, ami egy olyan kb. 2000 ponttal, talán 1500-zal, de így is sokkal jobb eredmény ahhoz képest, hogy ez egy két magos hardware. Itt a kép alján láthatjuk a részpontokat, a processzor 13936 pontot kapott, a memória 13321-et, az I/O egységek 4798-at, a 2D 1000-et, a 3D pedig 2231 pontot kapott. Ez volt tehát a Samsung Galaxy S4 Mini okostelefon Quadrant benchmark tesztje. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a tech2.hu-n. Sziasztok!